Mennyi alkoholt kell fogyasztani ahhoz, hogy figyelj, ott egy csillár, másszunk rá, tuti elbír, arra lett kitalálva, hogy rámásszunk. Ne. Azért ennyire gangsternek is nehéz lenni, ez a srác aztán tud élni. Na, ez már itt fáj. Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és ebben a videóban drága bakikat fogunk megnézni, amik sok pénzbe kerültek. Egyébként nyugodtan írjátok le a komment részlegben lefele, hogy ti okoztatok-e már valami baromi nagy anyagi kárt, mondjuk összetörtétek anyukátoknak a kedvenc vázáját, vagy esetleg a telefonotokat, vagy felgyújtottátok a konyhátokat. Ja, ezeket egyébként nem személyes példából mondom, eskü nem. Why the fuck you lying? Why you always lying? Már előre látom, hogy valaki oda fog írni a komment részlegbe, hogy én csak szíveket szoktam összetörni, de azt nagyon. Bár most, hogy ezt kimondtam, most már tuti lesz ilyen komment. Na mindegy. Na jó, lehet, hogy egy kicsit személyesből, de nem gyulladt fel a konyha, csupán a mikró. Várjatok, ezt gyorsan elmesélem nektek. Szóval a kis Robikának az az ötlete támad, hogy gesztenyepürét fog csinálni, mert hát hatalmas séf meg minden. Kiveszi a gesztenyepüréjén masszát a méhhűtőből, és hát ugye azt még nem tudod vágni, mert baromi kemény. Na de, most jött a tuti ötlet, hogy megfogod és berakod ezt a masszát így a mikróba. Berakom a mikróba egy percre körülbelül, így elnézek egy pillanatra, tudjátok, mint a filmekben, majd amikor visszanézek a mikróra, annyit veszek észre, hogy a mikrón belül a gesztenyepürének a papírja lángol. Én azt hittem, hogy az sima papír, de kiderült, hogy az ilyen fémes papír, vágod, és akkor az ott begyulladt, és akkor megfogtam, kihúztam a mikrót, majd pedig kivettem azt a kissé égett lángoló gesztenyepürét, majd be a mosogatóba, majd pedig már megolvadt, és megcsináltam a gesztenyepürémet, egyébként a mikrónak, illetve a konyhának semmi baja nem lett, szóval ezzel meg is lepődtem. Szóval, hogyha égett gesztenyepürét szeretnétek enni, csak szóljatok, elintézem. Mostanában egyébként annyi ilyesfajta videót nézek, szóval ilyen tag life-os összeállításokat, baki összeállításokat, szóval írjátok le a komment részlegbe, esetleg még szeretnétek, na de kezdjük is el! The B-flat contrabass trombone. Szegény srác, egy világ tört most össze benne. Ugye az elején magyarázta, hogy az milyen trombita, meg gondolom mondta, hogy milyen ritka, hát már egyel kevesebb van a földön. Bár nem hiszem, már mint a földön van még mindig a földön. Jó, ez nagyon rossz. Bár nem hiszem, hogy attól, hogy azt ledobod, akkor már kampetsz neki. Nem tudom. Mi az elképzelés ott, haver? Már ezt tekerjük vissza. De itt mi volt az elképzelés, hogy egy ilyen dombon belak? Zseni! De nézzük a jó oldalat, hál' Istennek senki nem sérült meg. Legalábbis, ha jól láttam. Túráztassad, azaz! Vuttututtú! Az jó ötlet volt azt levenni, haver, az nem túlsz forró? Mennyi alkoholt kell fogyasztani ahhoz, hogy figyelj, ott egy csillár, másszunk rá, tuti elbír, arra lett kitalálva, hogy rámásszunk. Aha, másik is le. Oh my god. A gyerek fejét mutasd még. Jó, azaz. Elég instabil az ház, haver. Ja, én mondtam. Háztulaj fejét nem láthattuk, fenébe. Na. Mi van, eltörött a liba kormány? De ez ilyen könnyen szét tud esni? Vagy csak rosszul volt összeillesztve? Most belejted a kamerádat, vagy mi? Ezt nézzük vissza! De mi, belelökte vagy? Hol a telefon? Na jó, én ebből nem sok mindent láttam. Ja, ott esik bele, igen.
De nézd a pozitív oldalát. Igaz, hogy elvesztetted a telefonodat, de legalább fogtál egy halat. Na, ügyes a srác. Csak ezt miért pont a víz közelében kell? Jaj, szegény srácnak a feje. Ja, az meg egy drón volt. Mekkora szerencse kell ahhoz, hogy pont a drónt eltalált. Ha pont átfér, mi van veled? Itt hol a baki? Hát figyelj, végül is beparkolt. Így akarta pontosan. Így ez fájni fog valakinek nagyon. Na végre megint a kreatív és lusta emberek. Az mindig zseni. Aha. Hát az ott pedig pont kifért, nézd meg, az pont kifért ott. Szabályosan pont kifért. Ne. Azért ennyire gangsternek is nehéz lenni, ez a srác aztán tud élni. Nem tudom miért kell ott gépezni, amiközben szörfözik, de ő tudja. Jaj, de bele fogja ejteni. Várom a komment részlegből, hogy szerintetek mi fog most történni. Mert nekem már van egy tippem. Oh my god. Na és megúszták hárman. Vutututu. Hát beparkolt ő is, ne viccel. Ne. Ott vannak a kínai vagy japán feliratok, és ott megy egy tank. Ne. De így gondolj bele, így meséled a barátainak, hogy mi történt veled ma, és akkor figyelj, belém jött egy tank. Szerinted hányan fogják elhinni, ha nem mutatod meg nekik ezt a videót? Senki. Tesó, az nem vízszintes. És még ki sincs rögzítve. Zseni. És így a tulajnak megmutatják ezt a videót, hát figyelj, történt egy kis probléma. Na, ez már itt fáj. De mennyi hely van ott? És miért kell így átmenni szegény Ferkón keresztül? Na de ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot. A Facebook, illetve az Instagram oldalam ott van lent a leírásban. Ha még esetleg nem nyomtad volna meg a csengőt, akkor azt mindenféleképpen tedd meg. Én Elek Robi voltam, majd találkozunk egy következő videóban. Addig is szevasztok!